Há, köszönöm szépen, jól. Az az igazság, hogy a harmadik napja forgatunk, és nem csak a szemünket és a kamerákat forgatjuk, hanem a poharat is, mert egy főzőműsort csinálunk, és ilyenkor általában azért egy-két kupica pálinka is leszokott csúszni. Mi volt a legmerészebb, amit eddig megtettél? Hú, hát van olyan, amit szívesen elmond az ember, és van olyan, amit egyáltalán nem tudok elmondani, vagy nem kamera kompatibilis. Hú, hú, legmerészebb dolog, regbes. Hát nagyon sok már dolgot csináltunk. Talán az egyik érdekes történet az volt, amikor a Vastamás kollégámmal, aki egyébként a kamera másik oldalán van, euh, Forgattunk az ukrajnai tüntetéseken a 2014-es forradalom idején, akkor rengeteg merész húzásunk volt. Három hónapon keresztül kint voltunk a placokon, a tereken, dolgoztunk, és nem éreztük a veszélyérzetet. Nem volt bennünk veszélyérzet. Volt olyan, amikor amikor megrohamoztak egy épületet, vagy a, a kárpátaljai kormányzóságot, amit rendőrök védtek, másik oldalon tüntetők, középen egy pap hatalmas keresztel, és Tamás szintén, aki nem volt, ne, nála sem volt veszélyérzet, így bement a tömegbe, akkor vettünk egy másnap egy kukás mellényt, ezt a narancsárga kukás mellényt, és ráírtuk fülsztollal, hogy press. És akkor kukás mellénybe tévéseként mentünk be a rendőrök és a tüntető tömeg közé. Fogtam Tamást, hogy Tamás, így forgatsz, így forgatsz, mi különben nagyon nagy baj lesz, és nem tudjuk, hogy ki fogja hozzád vágni a téglát. Mit nem mertél megtenni, de vonzott. Hát én általában mindig megmertem mindent tenni, tehát ezért is hívnak ilyen nagy pofájónak, de nem vagyok egy rossz ember, legalábbis szerényként ezt kell, hogy mondjam magamról. Mindent megtettem, de, 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 nem, nem, szóval nincsenek tabuk, úgy érzem, pláne a mi szakmánkban nincsenek tabuk, mert ki kell mondani mindig az igazságot. Mit tennél, ha találkoznál egy medvével? Hát nagyon sok jó erdélyi barátom van, magam is negyed részben, ugye ezt Magyarországon nagyon sokat szokták mondani, hogy hát én erdélyi származású vagyok, én székely származású vagyok. Nos, én negyedrészt vagyok székely, ugyanis édesanyám, édesapja az én nagyapám, az Gyergyó alfalúból származik, tehát mi a medvétől nem félünk, sőt meg is simogatjuk őket. Mi az, amit először megteszel nyugdíjason? Hát szerintem dolgozni fogok tovább mert az ilyenfajta ember, mint a, sajtós, az egyfolytában dolgozik. Utána pedig elmegyek nyaralni, és nyaralás közben is dolgozni fogok. Mi kell ahhoz, hogy büszke légy magadra? Mindig úgy kell élni szerintem, hogy tisztában legyünk azokkal a dolgokkal, amiket eddig letettünk az asztalra, és mindig tudjunk tükörben nézni. Nekem fontos az, hogy, hogy az ember magával legyen jóba, mert ha nem vagyunk jóba önmagunkkal, akkor másokkal sem vagyunk jóba. Tehát mindig tegyél meg mindent a barátodért, a közösségért. A, az az alapelvem az én életfilozófiám az, hogy bátra ki a szerencse, ez az egyik. A másik viszont az, hogyha te környezeted és baráti társaságod sikeres, ügyes, akkor te is egy boldog ember vagy. És én nagyon-nagyon büszke vagyok akkor a, a, a kollégáimra, a barátaimra, hogyha valami sikert el tudnak érni, mert az, az engem sokkal jobban boldogít, mintha ha én lennék sikeres.